4 éve él családjával Hollandiában, nyáron 16 évesen kaphatott végre profi szerződést a PSV Eindhovennél a ballábas támadó középpályás, a veszprémi Kun Bertalan, aki az őszi szezonban 4 gólt rúgott a bajnokságban a második U17-es csapatában, de a magyar U16-os válogatottban nem igazán hívták. Berci és édesapja Kun Csaba most a stúdióban. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát kezdjük ott, hogy Berci, neked furcsa, vagy milyen töbletet ad hozzá a fejlődésed az, hogy hát idősebbekkel játszol, tehát a klubcsapatodban az U17-eseknél. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó a fejlődésem szempontjából, és igazából... Nehéz volt megszokni? Hát igen, a tempó az magasabb, és az edzések is nagyon intenzívebbek, szóval igen, az elején kicsit nehéz volt, de már megszoktam. Na most téged ugye játékos megfigyelőtök adottságait folytán Ibrahimovicshoz hasonlít, vagy a ballábas magyar Ibrahimovicsnak nevez. Hízelgő gondolom az összehasonlítás. Egyetértesz-e ezzel az összehasonlítással? Hát igazából nem nagyon, mert én nem csatár vagyok, hanem középpályás. És ugye ballábas vagyok, szóval inkább egy másik, inkább Iniesta játékához hasonlítanám a sajátomat. Miközben neked Cristiano Ronaldo és Wesley Sneijder a kedvenc futballistád, igaz? Igen. Miért éppen ők ketten? Hát a Cristiano Ronaldo azért, mert nagyon keményen edz, és ő megmutatta, hogy ő nagyon keményen edz, és nagyon sok mindent elért, és nagyon jó cselez, nagyon jó rúg, és a Wesley Sneijder meg ugye azért is, mert holland kötöttség. Uh-huh. Hogy legyen egy holland kedvenced is. Hát az édesapa hogy látja ilyen szempontból a gyereket? Játéktudás, tehetség, meg a szorgalom. Tehát Bercinél milyen? Vele született szorgalmas gyerek. Igen? Igen, tehát ez 2 éves korától, hogy elkezdett biciklizni, gördeszkázni, azokban a sportokban, amiben beleállt mindegyikbe, az izgatottság mellett a kitartása, a gyakorlása, a maximális képesség megszerzésre való törekvés, az előjött. Uh-huh. Azért is volt az, amikor az óvodában előjött az óvi foci program, ugye kiválasztották a gyereket, hogy menjen, és mi, mint sportoló szülők támogattuk, hogy igen, kell a gyereknek valami kötődés. És a tehetsége számunkra nyilvánvaló volt, és mi csak azt a szülői hátteret adtuk mögé, hogy nem veszük tehernek. Tehát amit ő neki a sporthoz meg kell tudni szerezni, azokat a kötődéseket, képességeket mi biztosítjuk. Világos, de hogyha ő menet közben azt mondta volna, hogy nincs ehhez kedve, akkor... Volt rá példa, ugye van egy lányunk is, aki szintén nagyon tehetséges. Mi úgy gondoltuk, hogy úszni fog, az úszodát ott hagytuk egy év után, aztán úgy gondoltuk, balettozni fog, aztán azt sem csináltuk. Tehát az ember észreveszi, hogyha a gyerek kényszerből végez valamit, vagy pedig szeretetből. Uh-huh. Na most ezek szerint akkor Bercinél viszont kiderült az, hogy ő neki... Világbajnok akar lenni. Világbajnok akar ez lenni. Ez a cél. Fú, ez egy csapatot is kell keresni, úgyhogy, mert ez nem egyéni sportág, úgyhogy megvan. Nem lesz. Megvan, ez a magyar. Ez a magyar válogatott. Ez a magyar válogatottnak kell lenni. Az, hogy Berci az Eindhovennél, a PSV Eindhovennél játszik, az, hogy nézzük, hogy tyúk vagy a tojás, hogy azért ott játszik, mert te oda mentél dolgozni. Igen, azért játszik ott. Azért játszik ott. Tehát, hogyha most Amsterdamban dolgoznak, az Ajaxnál játszol. Előtt Antwerpen dolgoztam, már meg is volt a kötődés, hogy melyik klubhoz fogunk tudni igazolni. Ami miatt ez nem így működik, az ugye mindenképp kell egy klub, amelyikhez a játékos megfigyelő rendszeren keresztül lehet beérkezni. Éppen akkor egy tavaszi szünetben Berci Hollandiában volt a testvérével, édesanyjával, és egy holland megfigyelő vett minket észre, aki végül is beszkautolt minket a PSV Eindhovenhez. Eszemben nem volt, Groningenben éltem. Tehát az északi holland területtől vettek észre minket a Eindhoveniek. Berci, hogy már így eltelt néhány év, és hogyha visszaemlékszel arra, amit fociban láttál annak idején itthon Magyarországon, mit tartasz a legfőbb eltérésnek? Miben más ott a mentalitás? Hát az edzéseken mindent labdával csinálunk, és sokkal intenzívebbek, hajtósabbak a gyakorlatok, de egyébként nem nagyon térnek el az itthoni feladatoktól. Uh-huh. Tehát nem a gyakorlatokban van a nagy különbség, hanem abban, hogy az edzésnek milyen az intenzitása. Igen. De azt mondod. Az, hogy neked ugye éveken keresztül a tétmeccsekre várakozni kellett, azt hogyan tudtad elviselni? Hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, de igazából mindig voltak felkészülési meccsek és tornák, úgyhogy azért mégiscsak tudtam játszani. Na most Csaba, ezért is volt az, amikor ugye Bercinek évekig kellett az UEFA szabályok szerint várakozni, hogy megkaphassa 16 évesen azt a profi szerződést, ezért is volt az, hogy közben néha elment a kedve? Rettenetes élményeink vannak. Tehát gyakorlatilag
A gyerek úgy ment ki Hollandiába, hogy azt hitte, hogy jövő héttől bajnokságba kezd, utána hirtelen szembesültünk vele, hogy várni kell, még igazolt játékos lehet. Legalább 3 hónapig az ember, ha 12 éves, elképzeli azt, hogy jön a Mikulás. Én így hívtam, hogy aztán mikor lesz. Hogy 4 év múlva jön a Mikulás. És abban a szezonban nem jött, akkor megbeszéltük, hogy majd júliusig lehet adnom a következő átigazolási időszakban a kérelmet. Folyamatosan letört. Ugye mindig volt egy kis felfele hullám, hogy na, talán valami történik, aztán rájöttünk, hogy semmi. Rengeteg tanácsot kellett kérjünk, mindig minden ember véleményét meghallgattunk, és a döntések folyamán kialakult, hogy például futzáloznunk kellett. Ha a futzáloz nem labdarúgás, ott lehetett igazolt játékos. Na, de ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha futzálozni kellett, az jól jött-e ugyanakkor? Mert most már nálunk is van egy olyan réteg, egyelőre még talán renegátoknak nevezhetjük őket, fiatal edzők is, akik esküsznek rá, hogy nagyon fontos a futzál ma a modern labdarúgásban. Igen, ez így igaz a labda nélküli helyezkedés és mozgás miatt, és a kis terület miatt, és a kis öten kell megoldani ügyesen technika is. Tehát ennek abszolút van előnye aztán a nagypályán. Igen, igen. Na most ugye az idei bajnokságban végre megnyílt a lehetőség, tehát ennek a szenvedésnek vagy a nehézségeknek, te megjött a Mikulás, mondhatjuk igen, úgy. Igen, karácsonynak hívtuk a és hozott is rendesen a puttanyba, gólokat is, sok meccset is kaptál, elégedett vagy a teljesítményeddel? Hát én úgy gondolom, hogy soha nem lehetek elégedett a teljesítményemmel, mindig lehetek jobb, de igen, egy jó szezonra tekintek vissza. Milyen poszton szeretsz leginkább játszani? Ez még alakulhat-e? Középpályán, és abban is inkább a támadó középpálya. Ez még alakulhat szerinted? Vagy már úgy nagyjából kész van a te hát nagyjából szerintem már kész van, de szélsőként is tudok játszani. Hát hiszen Cristiano Ronaldo az egyik kedvenc. Csaba, milyen a rossz és milyen a jó futballapuka? Tehát az ember a fiába belelát egy tehetséget, meg szeretné is, hogy most már vigye valamire. De hát lehet persze hibákat is. Kettő az egyben, tehát maximalista apukának kell lenni, és visszafogottnak is. Nálam ez a utóbbi nincs meg. Tehát én egy fanatikus fater vagyok. Tehát én mindent elkövetek, hogy a gyerekemnek a jövője biztosítva legyen. Én állandóan jelzem, hogyha valamilyen minőségi kifogásoláson lehet élni. Én a szakma szerint minőségbiztosításban dolgozom, mindent mérek. És hogy te perelsz az edzővel, ha arról van szó, hogy azt látod. Mi jelzem azoknak az embereknek, mert ugye azért nálunk már abban a világban nem nagyon szól az fülő az edzőnek, az de vannak emberek, akiken keresztül eljut az információ, és ez ugye kímél a játékos szülőt is, a játékos jogaiért nekünk van egy képviselő, aki ott küzd, és minden eljut oda, hogyha nem tetszik. Többek között nem tetszett, hogy a Belcének volt egy szezon, a nagyobb csapattal vitték tornákra, és hátvéd volt. Tehát egy Cristiano Ronaldo alkatú terve van Bercire, hogy egy támadó középpályás játékos lesz belőle, remek ballában kitűrően cselez, nagyon jó lövő technikája, erre beállítják hátvédnek, Hollandiában volt rá magyarázat, ott kap legtöbbször labdát, és hogy a labdás, labda mozgása legyen meg, ezért azon a poszton képezték. Uh-huh. És akkor, hát, hogy ha van magyarázat, akkor azt el tudja fogadni a igen, de hát ugye arról volt szó, hogy mind szülőnek milyennek kell lenni, ne térjek el a válaszadástól, nagyon figyelmesnek kell lenni. A technikai képességek, amikkel egy játékos rendelkezik, az 30%-ban elegendő a sikeréhez. Az a támogató környezet, ami abból áll, hogy milyen szülői környezetből jön egy gyerek, szerintem indítatás alapú, tehát hogyha jó a környezete a gyereknek, az sem biztos, hogy elegendő, tehát figyelmesnek kell lenni. Na most, hogyha már Cristiano Ronaldo, rád jellemző az a fajta fanatizmus, hogy a hivatalos edzéseken kívül magad is gyakorolsz sokat? Igen, ez így van. Vasárnaponként, amikor szabad időnk van, akkor apukámmal mindig szoktunk külön edzeni. Tehát akkor vasárnapi edző is vagy? Igen, van egy jó pár edző kollega, akinek valószínűleg nem tetszik, hogy egy hozzá nem értő apuka foglalkozik a gyerekével. Azért azt meg tudom állapítani, hogy kell jobb lábbal levenni labdát, vagy bal lábbal átvenni labdát. Illetve a páros gyakorlatok során meg tudok győződni arról, hogy amit a pályán nyújt a gyerekem, az milyen képesség. Ugye látom, tehát akkor mi játszunk, lemegyünk játszótérre focizni az ős közösségbe. Tehát van ott egy úgymond Cruyff kispálya, ahol a marokkói, a szomáliai és egyéb nemzeti játékosok játszanak. Mi azok ellen, ha felállunk kispályán játszani, egy idő után leülnek, mert azt mondják, hogy ilyen minőségi játékos ellen nincs értelme szaladgálni a labda után. Büszke vagyok rá. Na most nézzük ezt a másikat, mert hogy ugye világbajnok szeretne lenni Berci a magyar válogatottal, és ugye Mihály István tavaly meghívott téged az U16-os válogatottba, aztán ebből 50 perc lett összesen. Azt téged bántott, hogy az U16-os EB selejtező 16-os szűk keretében nem kerültél be?
Igen, nyilván nagyon csalódott voltam, és nagyon sajnáltam, mert én is készültem rá, hogy tényleg egy EB selejtezőt játszhatok, és akkor meccs előtti nap mondták, hogy nem vagyok benne a szűk keretben. Ennyire pazarul állunk tehetségekkel, Csaba? Hát nekem az volt a véleményem, amit nehezen tudtam magyarra lefordítani, hogy úgymond politikai övezetben, hogy úgy helyezem a hangsúlyt rá, hogy senki ne bántódjon meg, nagyon sértett. Tehát gyakorlatilag a gyerekem erre vált 16 éves korában, végre bekerül egy klubhoz, ahol minden héten jól teljesít, fel volt készülve, a klub levelezett a szövetsége, hogy a edzés programjában illeszthető legyen az EB kvalifikációs meccseknek a sorozata. Feljött a gyerek végre, hogy itt lehet és felkészül, és kiválogatták, hogy nem felelt meg. Én nehezen álltam meg szó nélkül, tehát annak előtt több rokonom és tanácsadom azt mondta, hogy meg ne próbáljak üzeneteket küldeni, én üzentem. Nem, mert az utána rosszul jössz ki belőle, azt mondták. Nem szabad szólni, tehát gyakorlatilag az volt az utasítás, hogy nem jössz ki jól abból, hogyha a szövetséget megtámadott, hogy gondolták ezt. Én azt gondolom, hogy a gyerek 16 éves korában nem világbajnokságra készül, itt inkább a magyarság kérdése forog kockán. A gyerek 16 éves, 4 éve él Hollandiában, ahol van egy törvény, és fogják alkalmazni. És meg is fogják kérdezni tőle, hogy nyilván a futballban, hogy már ott tartunk gyakorlatilag, most úgy megyünk vissza, hogy terve van a szerződés hosszabbítás, már szóltak januárban megyünk megbeszélni, abban már benne vannak olyan gondolatok, hogy mi lenne, ha a hollandok Holland utánpótlás válogatottakba folytatná. Sajnos itt tartunk. De te magyar válogatott szeretnél lenni, Verci, igaz? Természetesen igen, mert én ugye magyarnak érzem magam, és mindig örömmel jövök haza, hogy a válogatottban játszhatok. Na de ez egy nagy kérdés, hogy mi lehet ennek az oka? Azért mondom, ennyire jól állunk? Tehát, mert az is lehet, nem magyar, az, hogy ez egy olyan korosztály, hogy Vercinél van ennyivel jobb futballisták. Hát a futballnak ugye vannak az alkatrészei, ezt úgy kell összerakni, hogy mindenki azonos képzésen, azonos szinten nevelt legyen, különben kilóg belül, aki felsők, vagy alsó kategória. Én úgy gondolom, hogy a Berci nehezen illeszthető, de nem ő az egyetlen példa, én a Tajti Mátyást példának hozom. Uh-huh. Ugyanez történt szegény Mátyással, ugye, hogy volt egy U17-es, vagy U19-es válogató, hogy ő nem került be. Ő is valószínűleg értetlenül állt a dologhoz. Most már ugye megint bent van a válogatott keretébe, de azért kivenni egy fiatal játékost abból a csapatból, amelyiknek meghatározó feladata van, de korosztályos, ugye, tehát U16, U17, U30-ig Magyarországon nem történnek csodák. Rendszerhiba van az egészben valószínűleg. Végül hadd kérdezzem meg, Berci, mert a végére értünk, hogy mondjuk így 16 évesen, vegyük azt, hogy mondjuk 21 éves vagy 5 év múlva, hol képzeled el magad, milyen pályafutást, akkor hol kell tartani? Mindenféleképpen egy európai top csapatban szeretnék játszani, legszívesebben Spanyolországban vagy Angliában, és ott meghatározó játékosnak lenni. Tehát mondjuk egy Atletico-ban azt aláírnád így. Igen, azt elfogadnám. És hát persze akkor magyar válogatottnak maradjunk. Igen, arra, természetesen. Hogyha a rendszerhibát ki lehet korrigálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük.